9%-kal marad le a Tisza párt a Fidesz KDMP-től derül ki a század végleg frissebb elemzéséből. Más korábbi közvélemény kutatásokkal ellentétben az intézet szerint a kormánypárt nem veszített érdemben a szavazói tömbjéből. Az általunk megkérdezett egyik elemző azt mondta híradónknak láthatóan fejfej mellett halad a két legerősebb párt. És ha ez így marad, akkor soha nem látott osztogatás jöhet a választás előtt. A következő országgyűlési választásokon egy, az az egy, de igen potens kihívója van a NER-nek, az pedig a Tiszapárt. A június 9-i EP és önkormányzati választás új politikai helyzetet teremtett Magyarországon. A Tiszapárt megszerezte a mandátumok majd 30%-át, a Fidesz-KDNP 44,9%-ot ért el. A Fidesz az EP választásokhoz képest érdemben nem veszített már a szavazói tömbjéből, a század felmérése szerint a pártok rangsorát 40%-os támogatottsággal a fidesz KDMP vezeti, 9%-kal marad le a 31%-os Tisza, harmadik helyen pedig 6-6%-kal a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt áll. A többi párt még az 5%-os bejutási küszöböt sem érje el. Trendben olyan nagy változás nem tapasztalható, kicsit úgy tűnik, mintha Momentum és a DK veszített volna a legtöbbet, és a Tisza az a pár százalék pont tudott menni. Az elmúlt másfél hétben több kutatás is készült. A Nézőpont Intézet szerint is stabil a Fidesz előnye. A 21 Kutatóintézet és a Publikus Intézet azonban már Magyar Péter pártját mérte az első helyre. Káló Dániel azt mondta, a különböző eredményeket az is okozhatja, hogy az intézetek más módszertant alkalmaznak, de az mindenütt látszik, hogy a TISZA nem a Fidesz gyengíti. Nagyon is szimárulnak el valamennyire szavazók, de alapvetően nem arról beszélünk, hogy a Fidesz szavazók most hirtelen még meggondolták volna magukat, és a TISZA szavaznának, hanem arról, hogy az ellenzéki tér nagyon nagy az átrendeződés. Ha a Tiszapát erős marad, nem látott választási osztogatás lesz a Fidesz kormány részéről. Nagy Attila Tibor úgy véli, az intézetek közötti különbséget a szervezetek politikai hovatartozása is befolyásolhatja. Szerinte nagyjából fejfej -fej mellett halad haza két párt, de még a Fidesz az erősebb. A tiszapárnak még erősítenie kell az időszavazók körében, a falusi és a kisvárosi szavazók körében, mert ezeken a területeken a Fidesz még erősebb a Tiszapátnál. Közben, bár a választásig még másfél év van, gyakorlatilag kampányüzem működik a politika. Egyre vehemensebben megy egymásnak például Nagy István és Magyar Péter, akit az agrárminiszter a magyar vidék elárulásával vádolt meg. Ez a vidék elárulása? Hát nem lehet ilyet. Magyar Péter szerint viszont a kormánypolitika következményeként ürül ki a magyar vidék, és szűnik meg a nagy múltú magyar kertészeti, valamint a zöldség és gyümölcstermesztési ágazat. Kevés a családi gazdálkodó, és tarthatatlan, hogy az ország az alapvető tej és hústermékek jelentős részét is importálja. Nagy István hajnali három után pár perccel egy terjedelmes posztban válaszolt, amit azzal zárt, idézzük, Péter, az a különbség kettőnk között, hogy a tököt én termesztem, te meg csak faragod és vakarod.